Győr Zámolyon februárban égett le a két gyermekes család háza. Szerencsére a tragédiában senki sem sérült meg, de sajnos az épület lakhatatlanná vált. A győrzámai polgármester akkor elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy a családnak újra legyen saját háza. A híradó tele van állandóan tragédiákkal, és ez is egy tragédiával kezdődött február 11-én, amikor jött a hír, hogy ég egy családnak a háza. Rögtön idejöttem, akkor már itt voltak a tűzoltók, és láttuk, hogy bármennyire küzd a tűzoltóság, nem tudják megmenteni az épületet, gyakorlatilag porig éget. És abban a pillanatban elkezdődött először a településen egy hatalmas összefogás, amire hirtelen szüksége volt a családnak, mert ugye egy papucsba jöttek ki az épületből, tehát gondolok itt ruhákra, meleg ruhákra, mert hideg volt február 11-én, cipőkre, ágyneműre, azt még aznap meg összehordta a település élelmiszerektől kezdve a családnak, és a nagymama ideiglenesen befogadta őket. És elindult egy adakozási hullám, és azt mondom, hogy minden tragédiával van valami jó. Most már tudom, mi a jó, az, hogy ma itt állunk, és a család hozzájutott ehhez a gyönyörű új otthonhoz. A helyi vállalkozók egy olyan épületet terveztek, amely a lehető leggyorsabban megépíthető. Konténerekből állt össze a ház. Az adakozó cégek arra is odafigyeltek, hogy a ház fűtése gazdaságos legyen. A belső tereket modern eszközökkel szerelték fel, egy gyönyörű konyhát is kialakítottak. Azt is mondhatom, hogy az ország minden tájáról érkezett felajánlás. Legyen itt 1000 vagy 5000 forintról, vagy 100 000 forintról, szóval teljesen mindegy. Tudok olyan kisnyugdíjast, aki az ország másik részén él, és olvasta, látta és elküldte az 5000 forintját, azért ugyanúgy hálásak vagyunk, mint a nagyobb összegű támogatásért. Először nem tudtuk, merre induljunk, téglaépítésű ház, de bárhogy matekoztunk, láttuk, hogy kevés lesz arra a pénz még a legjobb esetben is, és akkor került képbe ez a konténerházas megoldás, és a cég a segítségünkre sietett, beszerzési áron hozzájutottunk 2 konténerből, amiből kialakításra került. Ez a ma 3 szobás, kis étkezős, konyhás, fürdőszobás ház, ami otthont ad a családnak. A győrzámai önkormányzat amellett, hogy koordinálta és összefogta a segélyakciót, egyéb támogatást is nyújtott a családnak. Természetesen az önkormányzat azon van, és azon lesz a jövőben is, hogy mindenki, aki a településen bajba jut, teljes mellszélességgel mellé áll. Már aznap bevásároltunk a családnak, és rendkívüli települési támogatást adtunk át. Majd később a képviselőtestület 680 000 forintnyi települési támogatást adott a családnak, de ami még szerintem annál is fontosabb az elején főleg, hogy gondoskodtunk a napi ebédjükről, tehát mind a négyen az önkormányzat konyhán térítésmentesen kapták az érkezést. És szerintem ennek az egész projektnek, ha így szabad neveznem, a levezényelése az az önkormányzat által történt meg. A vállalkozók a következő napokban az épület vakolását és színezését is befejezik majd. A kívülbelül felszerelt ház értéke megközelítőleg 40-50 millió forint.